A magyar kanizsai körkép kiemelt témái először csak egy-egy mondatban. Összefoglaljuk a községi képviselő testületülésén elhangzottakat. Április 9-e a határidő. Várják a helybeli fiatalok jelentkezését a rendőrképzésre. Meglátogatta a község elsőszülött babáit a községi elnök. Teltház előtt játszott magyar kanizsán Érdi Tamás zongora művész. Az iskolákban népszerűsíti a teniszt a Vajdasági Szövetség. Következnek részletes tudósításaink. Tartsanak velünk! A községi képviselőtestület múlt pénteki 15. ülésének elején Húsvár Ervin elnök közölte, hogy Horváth Gergely képviselő frakciót váltott, ezentúl a VMS képviselőcsoportjában folytatja munkáját. A képviselők meghallgatták és elfogadták Lékó Róbertnek, az oromi helyi közösség elnökének jelentését az önkéntes járulék bevezetéséről tartott népszavazásról. A sikeres referendumot követően a helyi közösség területén újabb 10 évre ismét bevezetik a helyi járulékot. Dr. Katkics Zoltán községi tanácsos a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjazásának új szabályzatát ismertette. Ennek újdonsága, hogy az ösztöndíjas a nyári szünetben köteles 10 nap társadalmi munkát vállalni, tanulmányai végeztével pedig annyi ideig kell a község területén munkaviszonyban maradnia, amennyi ideig ösztöndíjban részesült. A képviselők egyhangulag támogatták ezt a rendeletjavaslatot, ahogyan a zentai történelmi levéltár tavalyi munkajelentését is. Az ülésen a szabadkai székhelyű regionális hulladéktároló Kft. Idei üzletviteli programját Kikics Andrea igazgatónő ismertette. Magyar Kanizsa község, mint alapító, idén 1,5 millió dinárral járul hozzá a beruházáshoz, amely várhatóan 2016-ra teljes egészében kiépül, az üzemeltetés pedig az igazgatónő szavai szerint 2017-ben indulhat be. A képviselők elfogadták a községi alapítású intézmények, szervezetek, egyebek között a Nagy József Regionális Kreatív Központ, a Magyar Kanizsai Vöröskereszt, a Községi Idegenforgalmi Szervezet, a József Attila Könyvtár, a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ, a Községi Közigazgatási Hivatal, a Községi Tanács, a Tiszamenti Fejlesztési Információs Központ, valamint a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény tavalyi évi munkájáról szóló jelentését. A könyvtár munkajelentése kapcsán egyébként felmerült a Horgosi Fiók könyvtár hely kérdése is. Szadjana Ilics képviselő arra kért választ, miért késik ennyit a beruházás. Bacskulin István képviselő, a Horgosi helyi közösség elnöke szerint idén húsvétra nem, de az év végéig átadásra kerül a megújuló művelődési ház. Ezt megerősítette Nyilas Mihály polgármester is. A 2013-as évről munkajelentést nyújtott be a Magyar Kanizsai Egészségház is. Dr. Körmöci László igazgató beszámolójából kitűnt, hogy a legnagyobb gondot a dolgozók létszámcsökkentése, az elavult felszerelés és az épületek fenntartása mellett a tavaly betiltott röntgengép hiánya okozza. Égető szükség lenne egy új röntgen beszerzésére, hallottuk, és erről a kérdésről már folynak a tárgyalások az önkormányzattal, amely minden bizonnyal leasingre vásárol majd egy ilyen készüléket. A 15. ülés napirendjéről lekerült viszont a Szociális Központ tavalyi jelentése és idei munkaterve. Helyette viszont a központ igazgatónőjének felmentését szavazták meg szótöbbséggel a községi képviselők. Tudorovics Zoltán tanácsos indoklása szerint a központ dolgozói petícióban kérték magiszter Jaszmina Zimonyics felmentését. A dolgozók a rossz munkahelyi légkörre hivatkozva fordultak a képviselőtestülethez. Az ellenzéki képviselők kifogásolták a menesztési eljárás módját. Mint mondták, az említett petíció formailag hiányos és elfogadhatatlan. A leváltott igazgatónő a testület előtt kijelentette, eddig nem érkezett hozzá egyetlen panasz sem a munkáját illetően. Tandari László képviselő szerint politikai leszámolásról van szó, Sátai Róbert viszont ezt cáfolta.
Az ülés további részében a jelenlevő képviselők megszavazták még a községbeli szociális védelmi szolgáltató központ és a polgárvédelmi törzskar, valamint a településrendezési és a Kommunalac kommunális szolgáltató közvállalat tavalyi évi munkájáról szóló jelentést. Hasonlóképpen elfogadásra került a községi mezőgazdaságfejlesztési és gazdaságfejlesztési alap elmúlt évi munkájának összegzése is. A képviselők mindegyike támogatta a regionális kreatív műhely megbízott igazgatójának felmentését és Bicskei Zoltán újabb 4 évre való kinevezését. A Kommunalac közvállalat kizárólagos tevékenységgyakorlási jogot kért a képviselőtestülettől a község illetékességébe tartozó zöld területek fenntartására, karbantartására, amihez a testület egyhangú támogatását adta. A napirendi pontok között szerepelt, ám csak tájékoztató jelleggel a községi költségvetés végrehajtásának ideiglenes felfüggesztése, aminek okai Domonkos Tibor, a költségvetési pénzügyi és adóigazgatási főosztályvezetője ismertette a képviselőkkel. A felfüggesztés oka a főosztályvezető szerint az volt, hogy a költségvetési ráfordítások megnőttek, a bevételek viszont a vártnál kisebb mértékben teljesültek. A költségvetésből egyelőre csak a munkabérek, a költségtérítések, az állandó és anyagköltségek fizethetők ki. A képviselőtestületi üléseket községi határozat alapján televíziónk teljes egészében rögzíti. A 15. ülést hétfőn tűztük műsorunkra, ám aki arról lemaradt, megtekintheti a legnagyobb videó megosztó portálon, valamint az InfoTV hivatalos Facebook csatornáján. Mint arról már beszámoltunk, a Belügyminisztérium országos szintű pályázatot hirdetett a Kamanci Rendőrképző Központba való jelentkezéshez. A Nagykikindai Rendőrparancsnokság területéről 60 hallgató jelentkezését várják, akik részt vehetnek az egyéves képzésen, amelynek sikeres elvégzése után biztos munkahelyre számíthatnak helyben. A jelentkezési határidőt meghosszabbították, így most április 9-ig adhatják át kérelmüket a 18 és 26 év közötti helybeli, főként a nemzeti kisebbségekhez tartozó fiatalok. Az eddigi érdeklődés igen gyér, éppen ezért kedden közös sajtótájékoztatón buzdították a jelentkezésre a fiatalokat a rendőrállomás és az önkormányzat vezetői. Rekecki Titus, a Magyar Kanizsai Rendőrállomás parancsnoka hangsúlyozta, a Belügyminisztérium kiegészítette a meglevő pályázati kiírást. Április 9-ig a most középiskolai tanulmányaikat fejező tanulók is jelentkezhetnek a felhívásra. Azok a fiatalok, akik az idei évben, vagyis a 2013-2014-es iskolaiban fejezik középiskolai tanulmányaikat, is lehetőségük van pályázni, mégpedig úgy, hogy a megadott határidőn belül, tehát április 9-ig át kell adni a kérelmet, jelentkezniük kell, valamint a befejezett középiskolai tanulmányokról bizonylatot vagy diplomát június 30-ig kötelesek mellékelni. Ugyanakkor szeretném még egyszer felhívni községünk fiataljainak a figyelmét, hogy jelentkezzenek minél tövegesebben, hiszen a kanizsai rendőrállomásonak nagyon nagy szüksége van a helybeli, több nemzetiségű fiatalokra, hiszen őnélkülük a munka is nehezebben megy, és bízom benne, hogy egyre tömegesebben fognak jelentkezni, és hogy közülük jó néhányan fölvételt is nyernek, és állományon kötelekének részei lesznek. A Magyar Kanizsai Önkormányzat nevében Nyilas Mihály polgármester is arra kérte a helybeli, főként magyar fiatalokat, hogy merjenek jelentkezni a rendőrképzésre. Az önkormányzat támogatást nyújt ehhez, hallottuk. Községünkben a belügy területén a közbiztonság javítása mellett még egy komoly változtatni való, javítani való van. 85% a magyarság aránya községünk lakosságában. A részarányos foglalkoztatás elvét, ha tiszteletben tartjuk, a magyarok ugyanebben az arányban kell, hogy képviseltetve legyenek a rendőrség állományában is. Ettől még sajnos igen messze vagyunk. Rendőrállomásainkon elegendő helyi
magyar nemzetiségű rendőr kell, hogy dolgozzon. Olyan rendőrök, akik jól ismerik a helyi embereket és a helyi gondokat, akikkel a polgáraink magyarul beszélgetnek, és akiknek Maris néni vagy Pista bácsi magyarul mondja el ügyét, baját, gondjait. Ezért kérem a magyar fiatalokat, akik elhivatottaknak érzik magukat ehhez a hivatáshoz, a rendőri hivatáshoz, jelentkezzenek a rendőrképzésre. Biztos munkahely vár rájuk. Akik felvételt nyernek ezen a pályázaton, a rendőrképzésre, az egyéves képzés letelte után munkaviszonyt kapnak, munkaviszonyt létesítenek a rendőrállomásainkon. A belügyminisztérium pályázatával, a jelentkezési dokumentációval és a képzéssel kapcsolatban a Magyar Kanizsai rendőrállomáson kaphatnak bővebb tájékoztatást az érdekeltek. Idén is meglátogatta Nyilas Mihály polgármester az idei évben elsőként világra jött kislányt és kisfiút, valamint az első ikerpárt. Elsőként kis piacra vezetett utunk, hiszen apró Emese és Attila első gyermeke Panna január 2-án látta meg a napvilágot Zentán. A kis család a nagyszülőknél él külön lakóházban, és mezőgazdasággal foglalkoznak. Panna 3,5 kilósan, 54 cm-rel született. Ő a harmadik unoka a családban. A polgármester a fiatal szülőknek átadta az első gyermek után járó pénzbeli támogatást, ami 50 000 dinárt tesz ki. Pannának nem igazán tetszett a látogatás, de aztán édesanyja karjában megengedte a kameráknak, hogy lefilmezzék. Jó kislány. Alszik. Sír is. Vegyessen minden. Milyenek voltak az első napok itthon? Néha fárasztó. Szóváltozó. Egyik nap ilyen, a másik nap olyan. Azt is hallottuk, hogy fiatalkora ellenére már kórházban is járt. Mi történt vele? Egy orrcseppel kapott ilyen görcsös rohamot, és akkor el lett véve kivizsgálásra, de minden rendben van. Az első kisfiúhoz Horgosra kellett utaznunk. Itt él ugyanis Csábrádi Georgina és Ákos, akiknek első gyermekük, Csábrádi Dávid, január 1-én jött világra Szegeden. A kis Dávid éjfél után 24 perccel érkezett, és ezzel nem csak Magyar Kanizsa községben, hanem Csongrád megyében is ő lett az év első újszülöttje. Nyilas Mihály ennek a családnak is átadta az önkormányzat ajándékát. A családfő Oromon dolgozik és naponta ingázik. Az édesanyja egyelőre munkanélküli. A büszke szülők szerint Dávid igen jó kisfiú, igényli a figyelmet, és most már rendkívül érdekli a környezete. 3 kg 73 deka volt, 53 centivel született, egy rendkívül nagy baba volt, úgyhogy mindenki csodájára járt, gyönyörű nagy szempillájának, le voltak nyugodva tőle az ottaniak. Nagyon jó kisfiú, nem panaszkodhatunk rá, szinte egész nap alszik, most már azért egyre többet fönt van, de nagyon érdeklődik, szereti, hogyha beszélnek hozzá, ő is valamilyen formában válaszol, ha mosollyal, vagy esetleg egy-két gögicséléssel. Az év első ikerpárját Magyar Kanizsán látogatta meg az önkormányzati küldöttség. Heider Márko és Alexander február 6-án születtek Szabadkán, Heider Hilda és Vladimir gyermekeiként. A két fiút bemutatták a boldog szülők, és mint mondják, ha bár ikrek, mind alkatban, mind temperamentumban különböznek. A boldog apuka megköszönte az önkormányzat támogatását, a látogatást, majd köszönetet mondott mindenkinek, kiemelve az orvosok segítségét, szakértelmét. Márko és Alexander, ahogyan a községben mindegyik ikerpár, egy ikerbabakocsit kapnak az önkormányzat jóvoltából, ami most technikai okok miatt nem került átadásra, ám hamarosan megérkezik és eljut a családhoz. Azt hiszem, hogy ugyanazt láttam mindenhol, nagy boldogságot, hiszen egy családban a legnagyobb boldogság, ami előfordulhat, ami eseményként jegyzett, az az újszülött baba. Akár Kispiacon, akár Horgoson, akár itt Magyar Kanizsán ezt láttam, és az első kislány, a Panni, az első kisfiú, a Dávid, és az első ikrek, az Alexander és a Márko.
mind-mind sok-sok örömet és boldogságot hoztak a családjaikba. Gratulálok nekik, de ugyanúgy gratulálok mindazoknak a családoknak, akik ebben az évben úgy döntenek, vagy már úgy döntöttek, hogy gyermeket vállalnak, hiszen az a célunk, és annak örülnénk igazán, hogy több gyermek szülessen ebben az évben, mint tavaly. Ehhez az önkormányzat is szeretne a maga módján hozzájárulni. Tudjuk azt, hogy a népesedési cselekvési tervünk ebben az évben indul, és megpróbálunk olyan környezetet, olyan lehetőségeket teremteni a nagy családoknak, a nagy családos soknak, hogy több gyermeket vállaljanak. Erre szolgál a nagy családos kártya, és erre fognak szolgálni az újonnan létesített munkahelyek, a családbarát munkahelyek, de egyébként is az új munkahelyek, amelyeket szeretnénk lehetővé tenni, létesíteni ebben az évben. Melyik azok a már meglevő intézkedések, mechanizmusok, amelyek az akcióterven kívül éppen ezeket a célokat szolgálják a község területén? Évek óta már gyakorlat az, hogy az első, a másod és a harmadszülött gyermek külön pénzbeli térítést kap, és ez mellett, hogy akik elsőként születtek, és külön úgymond díjban, jutalomban részesülnek, minden első és másod-harmad szülött gyermek térítést kap. Végéhez ért a tavaly ősszel elindult községi komposztálási program a lakosság bevonásával. Aki az évelején igényelt komposztládát az otthoni komposztáláshoz, ezen a héten átveheti a község településein működő helyi közösségekben, helyi irodákban. A Magyar Kanizsai helyi közösségben kedden várták a polgárokat. Itt a Magyar Kanizsai helyi közösségben 57 komposztládát osztanak ki, illetve a Horgosi helyi közösségben 11-et, valamint Martonoson, Adóriánon, Oromon, Tresnyeváton lesznek még komposztládák kiosztva, onnan vannak igénylők. Ami a komposztálást illeti, már többször beharangoztuk, hogy túl jelentkezés van a komposztládák igénylői között, ezért még egy várólista is keletkezett, tehát ezek után, miután ma átvették a komposztládákat, várható, hogy az év folyamán még egy turnusban lesz igénylésre lehetőség. Ami magát a komposztláda használatát illeti, a használók egy együttműködési szerződést fognak aláírni, amiben arra kötelezik magukat, hogy rendeltetésszerűen fogják használni a komposztládát, és a használatba adó pedig arra kötelezi magát, hogy minden segítséget meg fog adni a komposztáláshoz, ami szükséges. Ezt a mai kiosztást megelőzte egy előadás, ami a gyors komposztálás módszeréről adott tájékoztatót minden érdeklődőnek, amire majdnem minden igénylő el tudott jutni, és többen is jelezték, hogy ezt a fajta komposztálási módot fogják alkalmazni. Nagyon sokat beszéltünk már, és nagyon sokat tudunk már a gyors komposztálás előnyeiről. Ettől az akciótól mindazok, akik kitalálták és kiszélesítették a lakosságra is, milyen eredményeket és milyen hatást várnak el elsősorban a lakosság tekintetében? Nagyon fontos lenne, és ez volt az alap, hogy is mondjam, motiváció, hogy ezt elkezdtük. Nagyon fontos lenne, hogyha a háztartási hulladéknak a tömege csökkenne. Ezt szelektív hulladékgyűjtéssel tudjuk csak elérni, hogy a végső hulladékunk az úgynevezett egyéb hulladékból minimális tömegű, minimális mennyiség legyen. Ugye szelektíven már gyűjtjük a műanyagot, van lehetőség alumínium gyűjtésére is, van lehetőség papírgyűjtési akciók keretein belül papírgyűjtésre is, és a szerves hulladék külön szelektíven gyűjtése az, ami nem volt úgymond megoldva, illetve háztartásokban nem volt megoldva. Úgy gondoltuk, hogy ha így nyitunk a lakosság felé, akkor megnyitjuk ezt a kérdést, és lehetőséget is kell akkor biztosítani ahhoz, és minden segítséget megadni ahhoz, hogy komposztálni tudjanak, és a szerves hulladékot ilyen módon újra tudják hasznosítani. A közintézményeink folytatják el komposztálási akciót.
Igen, természetesen, hiszen ott már javában zajlik tavaly óta, és van is már érett komposzt. A gyerekek a pedagógusokkal nagyon lelkesen csinálják. Úgy gondolom, hogy nem érdemes abba hagyni. Azért is nem, mert ott tanulják meg a gyerekek sokan majd azt a komposztálási módot, amit később felnőttként, pár év múlva akár saját háztartásukban alkalmazni fognak. Akik eljöttek ezekért a gyűjtőládákért, már régóta végzik a komposztálásnak ilyen-olyan módját, és mint mondják, örömmel kapcsolódtak be ebbe az akcióba. Hát ilyen kertes, mániás vagyok, és szép kertem van, és ez a komposzt mindig jó jönne, ha volna, mert mind nehezebb szerves trágyát, ha vigyem én már öregségemre, és ez a kertbe kialakul mindig egy kis falevél, egy kis ez az, és ezért nagyon megörültem, hogy ilyen létezik a világon. Én már évek óta, legalább egy 15-20 év komposztáltam, de a klasszikus módszerre rengeteg komposztom van, azt mondom, hogy 10-15 nylon zsák egy évbe. Szinte elosztogatom, nem tudok vele mit csinálni, és akkor mondom, megpróbálom most ezt a módszert. Hallottunk a középiskolásoknak a tankazdaságban a munkájáról, és most itt ez a remélhető, hogy mi is sikerre járunk, úgyhogy egy kis olyan druk van bennem, mert így a tanárnő mondja, hogy ez a módszer, ez egy új módszer. Sokan dicsérték, hogy megfelelő a kerti talaj javítására. Én zömmel szinte elosztogatom, mert nem tudok vele mit csinálni. A komposztálási akciónak edukatív jellege is volt, hiszen az óvodákban, az iskolákban a pedagógusok sokat beszéltek erről a tanulóknak. Berec Ágota, mint középiskolai tanárnő is fontosnak tartja a diákoknak való példamutatást. Hát mivel az iskolában, mint mezőgazdasági mérnök a gyerekekkel tanítom, ezért fontosnak tartom, hogy én is részt vegyek, tehát a saját bőrömön is tapasztaljam, hogy hogyan működik, és vagy hogyan tudjuk a komposztást megoldani. A kis kertben otthon már csinálom, csak nem ilyen szép ládában, és hogy kicsit a kertet is szebbé szeretném tenni. Tizenegyedik alkalommal rendezték meg az állásbőrzét Magyar Kanizsán, most már hagyományosan a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény előcsarnokában. Ezen a délelőttön 195 munkahelyet hirdetett meg 19 munkaadó Magyar Kanizsa és Török Kanizsa községből. Sajnos most is megtelt az előcsarnok, több száz munkanélküli érdeklődött a meghirdetett állások iránt. Többek között ácsokat, kőműveseket, fizikai munkásokat, kereskedőket és szakácsokat kerestek a munkaadók, de magas fokú képzettségű munkásokra is volt igény. A hivatalos adatok szerint községünkben több mint 2000 munkanélkülit tartanak számon. Pénteken este a Magyar Kanizsai Rákóczi Szövetség és a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ meghívására Magyar Kanizsán tartott előadást dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A magasrangú, Magyarországon és külföldön is elismert szakemberrel Pósa Károly beszélgetett. Balázs Géza minden tekintetben hasznos, előremutató és rendkívül élvezetes, sodró lendületű magyar kanizsai előadását televíziónk rögzítette, és április 8-án 10 és 17 órai kezdettel tűzzük műsorra. Negyedik alkalommal szervezi meg idén a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény a zsinórlabda bajnokságot az iskola előkészítős korosztály számára. Az idei megmérettetésre, amelyen az intézmény mindegyik óvoda épületéből érkeznek csapatok, most szombaton kerül sor a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő sportcsarnokában 10 órától. A szervezők, az óvónők és persze a gyerekek mindenkit szeretettel várnak. A Zöldvilág Egyesület április 4-én pénteken 18 órakor mezőgazdasági környezetvédelmi előadást szervez a Városháza kis termében. Az előadó Gilvázi István lesz, aki egyebek között a génmódosított növényekről és a hormonkezelt állatokról, valamint a hidropóniás növénytermesztésről beszél a hallgatóságnak. Közép-európai koncert körútjának első állomásaként szombat este városunkban adott koncertet Érdi Tamás világhírű vakzongora művész. A hangok bűvöletében elnevezést viselő hangversenyt teltházas közönség kísérte figyelemmel.
A művész a koncert előtt fogadta a sajtó képviselőit. Ez a koncertsorozat itt indul Magyar Kanizsán, aztán következik Szabadka, utána megyek Kolozsvárra, aztán Horvátország, Szlovénia, tehát Lendva, aztán Krakkó, Bécs, tehát Ausztria. Ugye, hát hosszan lehetne sorolni, de hát nagyon boldog vagyok, hogy ismét ilyen koncertsorozaton részt vettek, és önökhöz is nagy örömmel jöttem Magyar Kanizsára. A magyar kanizsai, illetve a környékbeli közönség milyen zeneműveket hall majd az ön előadásában, és hogyan állt össze ez a repertoár? Mozart, Schubert, Liszt, Beethoven és Chopin műveket fognak hallani. Hát talán azt mondhatom, hogy gyerekkoromban Mozart volt tényleg a nagy kedvencem, de aztán később bővült a kedvenc zeneszerzőknek a sorat, tehát ugyanolyan közel áll hozzám Schubert is, Liszt is, Beethoven is, Chopin is, tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy a kedvenc darabjaimat fogom ezen a koncertsorozaton eljátszani, és hát remélem, hogy élvezni fogja a közönség. Érdi Tamás örömmel keresi fel a határon túli magyar vidékeket, és munkássága során számtalan jótékonysági koncertet adott már fogyatékkal élő sorstársainak megsegítésére. Hát én azt nagyon fontosnak tartom, mert tényleg annyi segítséget kaptam másoktól, hogy én azt úgy érzem, hogy viszonozni kell valamivel, úgyhogy a sorstársainak is, ha kell, akkor nagyon szívesen és örömmel segítek. Úgyhogy ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy például amikor ugye fiataloknak is játszom, akkor már úgy, ez nagyon fontosnak tartom, hogy már kiskorba szerettessük meg a gyerekekkel a komoly zenét, mert aztán jön a könnyű zene, és akkor az már elviszi őket a rossz irányba. Érdi Tamás 15 éves volt, amikor első nagy sikerét elérte. 19 évesen jelent meg két Mozart CD-je. Azt mondja, 3-4 éves korában talált rá dédapja régi zongorájára, és a zene, a művészet iránti rajongása azóta is töretlen. Kezdetben mindenbe kerestem, például a zenének a hangjait a zajokba, például megállapítottam, hogy a villamos visszhangon fékez, vagy a madarakban is nem tudom hogyan, de hallottam Chopin zenéjét, tehát a zene szeretete az már nagyon korán megérintett, úgyhogy hát, talán így a dédapám kántor tanító volt, Balatonon, Vörösberényben, ahol édesanyám született, úgyhogy talán így kezdődött a zene szeretete. Érdeklődik-e más hangszerek iránt, vagy a zongora az első és egyetlen? Én próbáltam, elmondások szerint próbálkoztam a hegedűvel és a fuvolával, de aztán azt föladtam mondván, hogy hát ezt úgy is cipelni kell, és hát a zongora az meg ott van kézni, azt nem kell, meg hát az nagyon hosszadalmas lenne. Hát aztán nem próbálkoztam más hangszerrel. Érdi Tamás számtalan kitüntetése díja mellett 2010-ben elnyerte a Prima Primissima díjat, két éve pedig a Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. Magyar Kanizsa lesz idén a házigazdája az országos tűzoltóversenynek, jelentette be a Magyar Kanizsai Önkormányzat és a Községi Tűzoltó Szövetség. Július 4-én, 5-én és 6-án mintegy 800 fiatal tűzoltó érkezik az ország minden tájáról, hogy itt mérettessenek meg a hagyományos tűzoltóversenyszámokban. Községbeli tűzoltóink már számtalanszor szerepeltek országos versenyeken, ám most először szerveznek ilyen rangú bajnokságot. Az mellett, hogy ez egy megtiszteltetés számunkra, tudni kell, hogy egy elismerés is, amelyet a kanizsai tűzoltók vívtak ki odaadó és áldozatkész munkájukkal. Ugyanakkor jó alkalom lesz ez, hogy Kanizsa község megmutassa a vendégszeretetét és angazsálja kapacitásait, a turisztikai kapacitását, vendéglátó kapacitásokra gondolok elsősorban, hiszen várhatóan nagyjából 800 emberről van szó. 3 nap alatt Kanizsán ezt a tömeget úgymond el kell helyezni, élelmezni, megszervezni a
versenyeket, helyet adni mindennek. A rendezvény minél jobb megszervezéséhez hozzájárul az önkormányzat és az idegenforgalmi szervezet is. Hallottuk még a község alelnökétől. A legkisebb tűzoltójaink 7 évestől 11 évesig és 11 évestől 15 éves korosztályig fognak versenyezni. Ahonnan ugye az elsők azok tovább jutnak a tűzoltó olimpiára, amit jövőre fognak egy európai országba megtartani. Ennek a programja három részből áll. Lesz a fiatalabb korosztálynak egy ilyen kis verseny, ahol ugye így mondjam, hogy kvíz verseny, hogy bemutassa mindenki saját városának a jellegzetes dolgait egy ilyen kis versengéssel. Utána pedig, ami a tűzoltó részét illeti, tehát a futballpályán és a banyával szemben lévő kézilabdapályán fogják megmérettetni magukat a tűzoltójaink. Megköszönöm itt a városvezetésnek elsősorban ugye az alelnök úrnak, Lackó Róbertnak a segítségét, mert valójában ekkora munkát a tűzoltó szövetség nem bírna elvégezni, mivel hogy legjava részét a pénzösszegnek a szerbélyi tűzoltó szövetség választott erre a versenyre ki, körülbelül 1,5 millió dinárt erre a rendezvényre, és egy kis hányadát, legjobban a logisztikai részét kell Kanizsai Szövetségnek és ugye a községnek biztosítani. Az idei évet nem csak ez a nagy rendezvény jellemzi, ugyanis ebben az évben ünnepli fennállásának 125. évfordulóját a Magyar Kanizsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Erre a jubileumra az év folyamán még egy külön ünnepséget szervez majd az Egyesület. Múlt szerdán nyílt teniszórákat tartottak a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskola központi és adi épületében. A szervező a helybeli Kanizsa Teniszklub és a Vajdasági Teniszszövetség volt. A Tennis Dance program a sportág népszerűsítését hivatott elősegíteni, és szerte Vajdaságban bemutatásra kerül. Az Máj iskolában mi is jelen voltunk a teniszórán, ahol az érdeklődő gyerekek szüleikkel együtt jelentek meg. A teniszoktatók játékos formában ismertették meg a tanulókkal ezt a labdajátékot, hiszen közülük a legtöbben még sohasem fogtak a kezükben teniszütőt. Ez a Vajdasági Tenisz Szövetségnek a programja, ami arról szól, hogy tömegesítsük a sportot, és hogy a Nemzetközi Tenisz Szövetség, azaz ITF, az pedig már több éve foglalkozik ezzel a témakörrel, mivel hogy egyre kevesebb gyerek van, aki a teniszsel szeretne foglalkozni, mert ez egy igen nehéz sportág, mert ide idő, energia, pénz, stb. Kell bele, és akkor ezért egy kicsit eltávolodtak a gyerekek. Na most az a terv, hogy ebbe kiskorba, tehát 6-7-8 éves korba a gyerekek sokkal könnyebben megtanulnak játszani, mert hogy ők arra teremtődöttek, hogy játszanak, és akkor sokkal hamarabb meg tudják tanulni a tenisz alapjait. A Kanizsa Teniszklub 2000 óta szerepel bejegyzett sportegyesületként, és már mindegy 10 éve szerepelnek különféle versenyeken itthon és külföldön egyaránt. Tudni kell, hogy Kanizsa a teniszben egy úttörő város. Nem nagyon tudják, hogy hol van Kanizsa, csak a cserépről, meg a tégláról. Viszont teniszklubot is tudják, hogy már van. Tehát eredményekről 2/3 helyünk van, ez sajnos 10 évvel ezelőtt az Almási Gábor szerezte őket még valamikor Verbászon és Kikindán, de azóta is vannak szép eredményeink, de a belgrádi, az újvidéki, a szabadkai gyerekek mellett nagyon ritkán tudunk labdába jutni. Az önök klubjában milyen korosztály és mekkora terjedelemben, mekkora számban képviselteti magát? 20-an járnak edzésre, azzal, hogy nem egyszerre jönnek, hanem föl van osztva ugye intervallumokra, és hát egyszerre, mikor ilyen téli szezon van, akkor sajnos mindenki együtt jön, tehát van egy 2 óra hosszánk egy délután, és akkor 13-4-5 gyerek, aki eljön az edzés, elég nehéz velük foglalkozni, mert végül is nem fociról van szó, hogy van egy labdánk, egy pályánk, és elosztozkodunk. Hát a tenisz, ez is ezért is egy ilyen nehéz sportág.
nem csak nehéz, hanem költséges is. Talán nagyon sok családot, szülőt rettent vissza az, hogy bizony ugyanúgy, ahogy a többi sport, ez is nagyon sok anyagi eszközt igényel. Az elejében nem, mert a Kanizsai Teniszklub úgy oldotta meg ezt, hogy tagsági díjat fizetnek a gyerekek. Tehát megvan, hogy hónapban, ha 10-szer jönnek, akkor is x összeg, ha 100-szor jönnek, akkor is. Viszont addig még nem járnak versenyre, meg nagyobb versenyekre, addig nem kerül ez a sportág se többe, mint a többi. A klubnak vannak labdái, vannak ütői, az edző beleszámol abba, vagy beleszámít abba, amit ugye a gyerekek befizetnek tagsági díjat, és addig nincs gond. Majd akkor lesz gond, ha el kell menni Romániába a tornára, meg Brazíliába, meg Budapestre, addig nem igazán költséges. Hát legyen úgy, hogy utazzanak Brazíliába. Folyamatos-e a tagtobozás, és hogyan, milyen úton, módon lehet önökhöz eljutni? Hát a Kanizsai Teniszklub az minden évben megszervezi a tenisziskolát. Ezt a nyári szezonban szoktuk végezni, mikor a gyerekeknek nincs oda-haza mit csinálni. Akkor szoktak járni tenisziskolába. Na most, aki nem csak tenisziskolába, hanem beszeretne kapcsolódni a teniszklubnak a munkájába, az hétfőnként délután a fürdősportcsarnokába tud 3 órától 5 óráig eljönni, szombaton pedig reggel 8-tól 10 óráig. A Magyar Kanizsai Önkormányzat teljes mértékben támogatja a gyermekek sportba való bekapcsolását irányzó programokat, és ez is éppen egy ezek közül. Hallottuk a helyszínen az önkormányzat illetékesétől. Az elmúlt évben beszéltünk arról, hogy a sakkot, mint sportágat behoztuk az iskolába, nagyon szépen dolgoznak. Most itt látszik a másik nagy lépésünk, hogy a tenisz is be fog kerülni az iskolai sportba. Tehát közelebb hozzuk valójában a sportot a diákokhoz, a tanulókhoz, a tanárokhoz, és ezzel nem csak a tagtobozást, hanem egy úgymond egészségesebb életmódot próbálunk formálni. Nagyon sok gyereknél, mint már az előző fölmérések is mutatták, rengeteg gerincverdüléses, lúdtalpas, különböző egészségügyi problémákkal küzdködő túlsúlyos gyerekeink vannak. Na most mi ezt megpróbáljuk oly módon kompenzálni, tehát segítünk nekik, hogy tudjanak választani sportágokat, amiben mindenki megtalálja saját érdekeit, saját szerepeit, saját tetszését. Volenter Takarics Anasztázia még hozzátette, hogy folynak az egyeztetések, a tárgyalások a teniszpályák tulajdonjogi kérdését illetően. Létezik két pálya, ahol sport, tehát a teniszezők gyakorolnak. Na most ez a két pálya valójában nem az önkormányzatai, hanem a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő tulajdonában van, és ezáltal ugye tudjuk, hogy hova tartozik. Az önkormányzat erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezt a pályát természetesen a tartományi titkársággal karöltve, illetve a tartományi teniszszövetséggel karöltve, hogy ezeket a pályákat hozzáférhetővé tegyük, tehát hogy átkerüljön vagy a kanizsai önkormányzat tulajdonában, vagy pedig kompromisszumokkal a teniszklub, illetve a gyógyfürdő között, tehát ez még a jövőben a lépések, tehát folyamatban van a pályáknak a kiépítése, és olyan színvonalra emelése, hogy ott mindenki, akinek kedvet van, hát ugye nem beszélhetünk a betegek, hogy azt fogják, de tudjuk azt, hogy ott van még a gyógyfürdőn kívül két üdülő, vagy jobban mondva ilyen szállodánk, amiben vendégek vannak, tehát hogy mindenkihez el tudjon jutni az, hogy sportoljon a szabad idejében. A községi hivatalos honlapon közzétették az idei évben sportolói ösztöndíjra jelöltek listáját. Idén 17 fiatal sportoló kap majd községi ösztöndíjat, ők név szerint Bózsó Tamás, Vrábel Ákos, Vadász Anna, Miladinov Strahinya, Nagy Balázs, Poberai Anett, Szélpál Zsolt, Bognár Anna, Tandi Adél, Piukovics Martin, Mihálovics Dominik, Zsoldos Orsolya, Miskolci Kristóf, Behárovics Enis, Basa Attila, Papdancsó Igor és Pavlov Iván. A Szabadkán a hétvégén megrendezett felnőtt vajdasági bajnokságon remekül szerepeltek a Magyar Kanizsai Potiszje Birkozó Klub versenyzői. Lőrinc Rudolf, Schleicher Tamás első helyen végzett, míg Fejsztámel Dániel, Juhász Krisztián és Ladóczki Attila a harmadik lett. Csapatversenyben első a Spartak és második a Potiszje. A Potiszje birkozói a hétvégén a magyarországi Dorogon megrendezett Kék Duna kupán is megjelentek.
Ezen a rangos nemzetközi versenyen 10 ország képviseltette magát. A szerbiai válogatott színeiben a magyar kanizsai Nagy Sebastian első helyen végzett. Április 5-én szombaton a Művészetek Háza nagy színpadán 18 órától a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ Róna Tánc Együttese fellép a Lakodalom itt is, ott is című produkciójával. Ez a lakodalmas népszokásokat mutatnak be valójában a táncosok, az esküvői hagyományokat, hogy milyen is volt a fiatalok megismerkedése, a lánykérés, a lakodalmas előkészületek, és ezt mindezt ilyen színházi elemekkel is fűszerezik. Ezt az összeállítást valójában az országos bemutató színpadra, erre a néptánc minősítőre készítették, és ezt láthatják most szombaton a magyar kanizsaiak is a Művészetek Háza nagy színpadán. Az estén közreműködik még a Juhász zenekar és Török Noémi, a belépés díjtalan. A következő program, amire szeretném fölhívni a figyelmet, az április 8-án, kedden, 19 órától a Művészetek Háza kis színpadán lesz, mégpedig a Szegedi S Projekt színtársulat előadása, az Úr és Sofőr, ahogy B. Úr és társulata előadja című előadást mutatjuk be. Ez pedig Bertolt Brecht, Puntilla úr és Sofőre Matti műve alapján készült ez a darab. Az S Projekt színtársulat valójában 2013. januárjában alakult. Ezek fiatal friss diplomás színészekből. Budapesten alakult a társulat. Az első darabjuk pedig Hajnal Géza Ördögárok drámája volt. 2013. szeptemberétől Szegeden van a társulat, a Kapcában működik. A csapatot, a társulatot valójában Kay Ádám, örkény ösztöndíjas drámaíró, a Szegedi Nemzeti Színház tagja vezeti. Tehát erre az előadásra mindenkit szeretettel várunk, a belépés díjtalan, tehát április 8-án, kedden, 19 órára. Második estjéhez értünk a József Attila Könyvtár és a Regionális Kreatív Műhely irodalmi sorozatának. Április 6-án, vasárnap délután 5 órakor Németh István, jeles és jól ismert és közkedvelt írónk, hírlapírónknak a legújabb könyvét fogják itt bemutatni. Egy érdekes könyvről van szó, hiszen gyakorlatilag több mint fél évszázada íródott, évtizedekig be volt tiltva, és aztán évtizedekig elfelejtettük kiadni, még amikor már lehetett volna. És mi ennek az oka? Vajon azok a drámai történések, amik a könyvben leírt a 40-es, 50-es évekből, maga a szókimondó jellege, vagy éppen olyan más tabuk, amelyekről nem szívesen beszél az ember, ezt mind megtudjuk vasárnap délután, jöjjönnek el egy tea mellett, egy pogácsa mellett, érezzék jól magukat, tudjuk, hogy Németh István jó mesélő, és egy kellemes estet töltsenek velünk, tehát vasárnap délután 5 órakor a Művész Kávézóban, a belépés díjtalan. A Magyar Kanizsai Műhely most azon tévénézőkhöz szól, akiknek szívügyük a Tisza folyó. Elég sokan tiszteljük és szeretjük a folyónkat, ragaszkodunk hozzá, ezért különösen nekik szól a meghívásunk a Dobó-Tihamér képtárba csütörtökön, április 3-án 18 órakor, amikor is egy filmvetítéssel egybekötött fórumot, beszélgetést, előadást hallhatnak majd a Tisza folyóról. A film alkotói magyarországi filmesek, akik annak idején a Duna TV-ben, illetve a Magyar Közszolgálati Televízióban páratlan sikerrel futó Duna Európa Kék Szallagja című sok tucat részes sorozattal immár beírták nevüket a dokumentum filmkészítés nagykönyvébe. A film alkotói most a Tiszán ültek kenukba, és a folyó kezdetétől, a folyó forrásától egészen a Tisza torkolatáig mintegy 28 részben forgattak néprajzi, helyrajzi jellegű dolgokat, többek között Magyar Kanizsánál is. A még be nem mutatott film most itt Magyar Kanizsán az itteni részt fogja a közönségnek bemutatni, illetve a benne szereplőkkel, a film készítőivel lehet majd találkozni, beszélgetni. A Magyar Kanizsai Műhely mindezt bónuszként adja a kanizsai közönségnek, bízom benne,
hogy a természetjárók, a cserkészek, a vízi emberek és általában azok, akik jól érzik magukat a Tiszaparton, megtisztelnek bennünket jelenlétükkel, és csütörtökön, április 3-án, 18 órakor az ingyenes rendezvényen eljönnek, és közösen megnézzük a filmet, majd utána beszélgetünk róla egy kicsit Gyenes Károllyal és magyarországi csapatával, akik végigevezték és igazán megtapasztalták, mit jelent Tiszán lenni. Prelazak odbornika Lige socijaldemokrata Vojvodine Gergelja Horvata iz Martonoša u redove Saveza vojvođanskih Mađara konstatovan je na sednici Skupštine opštine Kanjiža održanoj u petak. Većina dnevnog reda bavila se izveštajima o radu institucija čiji je osnivač opština Kanjiža. Međutim, u prvom planu na predlog opštinskog veća bilo je skidanje sa dnevnog reda izveštaja o radu Centra za socijalni rad za 2013. i program rada te ustanove za 2014. godinu. Umesto čega se na inicijativu sedmoro zaposlenih našlo razrešenje dosadašnjeg direktora i imenovanje vršioca dužnosti direktora. Inicijativu za razrešenje direktorke Centra za socijalni rad Jasmine Zimunić podnelo je sedmoro zaposlenih, a kao razlog su naveli da su međuljudski odnosi u ustanovi jako loši zbog ophođenja direktora prema zaposlenima, što prouzrokuje velike teškoće u radu i funkcionisanju ustanove i odražava se na kvalitet rada i na korisnike prava. Obrazloženje za smenjivanje direktorke centra je podneo član opštinskog veća Zoltan Tudorović. Odbornici opozicije izrazili su nezadovoljstvo ovakvim načinom kadrovanja, čak uz tvrdnje da je u pitanju unutrašnji konflikt u Demokratskoj stranci, ali je član opštinskog veća i predsjednik demokrata Robert Šatlej odbacio takve tvrdnje. Glasovima 17 odbornika vladajuće koalicije Jasmina Zimović je razrešena dužnosti, a za vršioca dužnosti direktora na period od 3 mjeseca imenovana je Timea Rafaji. Vanredu je u dnevni red uvršten izveštaj o uspešno sprovedenom referendumu za uvođenje novog 10-godišnjeg samodoprinosa na području mesne zajednice Orom. Usvojena je nova odluka o stipendiranju studenata opštine Kanjiža. Novina je da će se stipendije dodeljivati na osnovu liste deficitarnosti koje će svake školske godine utvrđivati komisija na osnovu iskazanih potreba privrede i ustanova u opštini, podataka Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i podataka o aktuelnim korisnicima stipendija. Novinu predstavlja obaveza stipendista radno angažovanje od 10 dana u toku letnjeg raspusta, kao i obaveza da na području opštine ostanu u radnom odnosu onoliko vremena koliko je koristio stipendiju. Kod razmatranja izveštaja o radu biblioteke Jože Fatila, odbornica Slađana Ilić iz Ukroka postavila je pitanje rada biblioteke u Horgošu u iznajmljenim prostorijama i završetka adaptacije i dogradnje Doma kulture. Iz odgovora koji su dali predsjednik mesne zajednice Horgoš Ištvan Bačkulin i predsjednik opštine Mihajl Njilaš, evidentno je da Dom kulture neće biti završen do uskršnjih praznika, kako je to ranije najavljivano. Problem je finansiranje dela izgradnje iz Fonda za kapitalno ulaganje Vojvodine. Jedan od podizvođača je bankrotirao, glavni izvođač je u stečaju, ali Bačkulin je izrazio očekivanja da će objekat biti završen i opremljen do 1. januara naredne godine. Za razliku od Doma kulture u Horgošu, čija dogradnja i adaptacija se odužila 4 godine, izgradnja novog objekta Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, kako je naglasila direktorka Tatjana Potrebić-Variju, završena je na vreme, čak nekoliko dana pre roka. Sudeći po podnetom izveštaju, opštinska uprava je uspešno radila u prošloj godini, a čestitke na kvalitetnom poslu uputio je Ištvan Bačkulin, postavljajući pitanje da li će se digitalizacija matičnih knjiga izvršiti u roku, na što je načelnica opštinske uprave Ana Duka i saopštila da je do sada 62% podataka uneto u sistem i da će se posao završiti do 28. decembra ove godine. Na efikasnost rada opštinskog veća nije uticalo smanjenje za 2 člana, uveravao je odbornike predsjednik opštine Mihajl Njilaš, a očekivanje odbornice Ukroka Slađane Ilić je da se više angažuju članovi opštinskog veća za privredu i poljoprivredu, smatrajući da je neophodno jačati privredu i
poljoprivredu, a ukazala je i da je za 30% više zatvorenih preduzetničkih radnji u odnosu na broj novootvorenih radnji. Ilićeva smatra i da je 110 obroka dnevno malo za socijalno najugroženije i da ima potrebe da se broj obroka povećava. Prilikom razmatranja izveštaja Doma zdravlja, pored drugih poteškoća, naglašen je problem zbog racionalizacije kadrova, nepovoljni uslovi finansiranja. Od jula prošle godine veliki problem predstavlja što je zabranjen rad rengen aparata i što su uzaludni bili zahtevi resornim republičkim i pokrajinskim institucijama da se nabavi novi. Najavljeno je da je rješenje nađeno zahvaljujući opštini da će novi rengen aparat u vrednosti od 22 miliona dinara biti nabavljen na leasing. Ponovo je postavljeno pitanje dežurstva i službe hitne pomoći u Horgošu, ali je direktor Doma zdravlja dr. Laslo Kermec konstatovao da hitna služba funkcioniše na nivou ustanove i opštine i da nema mogućnosti da se ispune zahtevi iz Horgoša. Pored sumiranja izveštaja o radu regionalnog kreativnog atelja Jožef Nađ, biblioteke Jožef Atila, Crvenog krsta, turističke organizacije, KNESE, Informacionog centra za razvoj potiskog regiona, Centra za pružanje usluga socijalne zaštite, opštinskog štaba za vanredne situacije, Fondova za razvoj poljoprivrede i privrede i drugih, razmotren je i program poslovanja regionalne deponije Subotica za ovu godinu, kao i informacija o odluci o privremenoj obustavi izvršenja budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu. Zbog povećanja rashoda i izdataka budžeta, a smanjenog obima prihoda, mere za privremenu obustavu izvršenja budžeta sprovode se do 15. aprila. Za direktora regionalnog kreativnog atelja Kanjiža za period od 4 godine imenovan je Zoltan Bičkej. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije produžilo rok za prijavu polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici do 9. aprila i to za 60 polaznika sa teritorije Policijske uprave u Kikindi. Konkurs za upis 480 polaznika za obavljanje policijskih poslova je raspisan za stručno osposobljavanje polaznika u trajanju od 12 meseci. U utorak je održana preskonferencija u vezi konkursa i predsjednik opštine je apelovao na mlade da se u što većem broju prijave na ovaj konkurs. U cilju jačanja javne bezbednosti na teritoriji naše opštine izuzetno je bitno da se popuni što više sastav policije naših stanica na teritoriji opštine Kanjiže. Videli smo da smo daleko od te potpune popunjenosti. Ja se nadam da će ova obuka, ova policijska obuka za koju je raspisan sad konkurs i produžen rok javljanja, doprineti poboljšanju ove situacije. Vrlo je bitno, sem popunjenosti, da taj sastav bude poboljšan na način da naši meštani, mesni ljudi budu policajci koji poznaju probleme u datom naselju, koji znaju ljude u datom naselju. Znači, vrlo je bitno da što više njih, mladih, bilo iz sadašnjih srednjih škola, bilo oni koji su završili već ranijih godina te srednje škole, da se jave na ovaj konkurs. Konkurs, odnosno obuka, traje posle godinu dana i svima je obezbedjeno radno mesto u našim policijskim stanicama na teritoriji opštine Kanjiža. Ovoga puta bi želeli da informišemo javnost da od strane navedenog ministarstva objavljen je dopuna konkursa, što je veoma bitno s obzirom da produžen rok za podnošenje zahteva, odnosno 9. april. I ono što još bitnije i važnije za naše mlade iz naše opštine, to da oni mladi koji ove godine završavaju školu, srednju školu, odnosno 2013-14. školsku godinu, na osnovu dopuna konkursa u mogućnosti su da predaju zahtev, odnosno da konkurišu u navedenom vremenskom roku, odnosno do 9. aprila, a uverenje o stečenom
srednjem stručnom obrazovanju, odnosno diplomu, su dužni da prilože do 30. juna. Opet apelujem na to da što više zainteresovanih mladih koji bi želeli da rade u okviru policijskog sastava u Kanjiži i voleli bi taj posao da što masovnije da se jave, da prijave, da pokušaju da konkuriše, nadajući da sve više njih će uspeti da budu primljeni i da završe navedeni kurs za policajce i naravno nadamo se da što više njih započeti radni odnos u našoj stanici, što nam je prvenstveni cilj, znači da imamo policajce, policijske službenike iz naše sredine. Više informacija se može dobiti u policijskoj stanici u Kanjiži. Prošlog četvrtka je u okviru akcije posete prvim bebama opštine u 2014. godini predsjednik opštine Mihalj Njilaš je obišao novorođenčad u Maloj Pijaci, Horgošu i Kanjiži. Apropana je prva rođena devojčica u opštini Kanjiža u 2014. Rođena je 2. januara u Senti i živi u Maloj Pijaci. Novčanu nagradu od 50.000 dinara je porodici uručio predsjednik opštine Mihalj Njilaš. Čabradi David je prvi novorođeni dečak u 2014. godini u opštini Kanjiža. Rođen je u Segedinu 1. januara i živi u Horgošu sa roditeljima koji planiraju da prošire porodicu. Prvi blizanci u 2014. godini u opštini Kanjiža su rođeni u Subotici 7. februara i žive u Kanjiži. Oni se zovu Marko i Aleksandar Hajder i predsjednik opštine im je darivao kolica za blizance, a za podršku svih se zahvalio srećni otac Vladimir. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim predsjedniku opštine i njegovom protokolu kao i čitave lokalne samoupravi što su danas upriličili i učinili nam čast da posete naš dom. Mi smo 6. februara, Hilda i ja, postali roditelji 2 dečaka, Aleksandra i Marka, i to je naravno velika sreća za celu našu porodicu. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim i još nekim ljudima koji su nam pomogli u ovome svemu, pre svega u medicinskoj ordinaciji Ilić iz Novog Sada, koji su pratili zaista rizičnu trudnoću naše, moje stvari supruge, i koji su nam pomogli neizmerno, kao i doktora Luku Anđelića, naše kanjižanina koji je uspešno uradio porođaj ove moje supruge. Svakako ne mogu zaboraviti sve one kanjižane prijatelje, naše porodice, naše sugrađane koji su bezgraničnim čestitkama, porukama preko društvenih mreža nam čestitali ovaj srećan datum, naravno značajan za našu porodicu. Koristim ovu priliku da sve ove ljude, pre svega lokalnu samoupravu, pozdravim i zahvalim se na ovaj današnji posjet koji nam je naizmjerno draga. Da. Lokalna samouprava će i dalje podržavati porodice u opštini Kanjiža. Ja se nadam da će biti više dece, novorođene dece ove godine nego što je to bilo prošle godine, a mi sa naše strane lokalne samouprava će učiniti sve za to i pomoću akcionog plana koji smo u ovoj oblasti usvojili i koji je u primjeni evo od ove godine, kako preko te posebne naše karte za velike porodice sa raznim mogućnostima, tako i preko novih zaposlenja uopšte, kao i posebno kod radnih mesta koje ćemo formirati i koji će, na kojima će se moći samo oni zaposliti koji imaju više dece. Ja se nadam da će ista ova radost što smo zatekli na ovim mestima, u ovim porodicama, biti na mnogo, mnogo drugih mesta u našoj opštini ove godine. Pri kraju je velika akcija kompostiranja u opštini Kanjiža. Nakon uvođenja kompostiranja u državne i opštinske institucije, obdaništa i škole, akcija se proširuje na građane koji mogu da se jave i preuzmu sanduk za kompostiranje. Sanduci se mogu dobiti ove nedelje u svim mesnim kancelarijama u opštini. Ukupno gledajući, akcija je uspešno realizovana, kaže član opštinskog veća Monika Halas. Želim da se zahvalim svima koji su se prijavili i tražili su sanduke za kompostiranje u svojim domaćinstvima. Jako nam je važno da se
ova akcija sprovodi na što, sa što većim brojem građana, a cilj nam je osnovni da se smanji masa otpada u domaćinstvima, a to možemo postići selektivnim sakupljanjem otpada, što znači da imamo selektivno sakupljanje plastike, imamo mogućnost za selektivno sakupljanje aluminijuma, papira u vidu raznih akcija sakupljanja papira, ali nismo do sad imali mogućnost selektivnog sakupljanja organskog otpada. Ovo nam je, dakle, i nama kao ustanovi i ostalim ustanovama, kao i građanstvu, jedna mogućnost da se selektivno sakuplja i organski otpad, koji inače sačinjava veliki deo mase otpada koji se stvara u domaćinstvima. Da li planirate nastavak ove akcije? Planiramo nastavak. Još ove godine jedno 40 komada bismo hteli još da podelimo građanstvu, s tim da već imamo nekoliko prijavljenih koji su u prvoj, da kažem, prvoj turi izostali, nisu stigli na vreme da se jave, tako da još nekoliko ćemo ove godine gledati da podelimo, i to sve iz Fonda za zaštitu životne sredine iz opštinskog. Ove godine Kanjiža će biti domaćin državnog prvenstva vatrogasaca u mlađim kategorijama. Prvenstvo će se održati 4., 5. i 6. jula u Kanjiži. Naši vatrogasci su među najboljima u državi, ali prvenstvo prvi put organizuju. U organizaciji učestvuju Opštinski vatrogasni savez i lokalna samouprava opštine Kanjiža. Vatrogasni savez Srbije snosi sve troškove organizacije. Očekuje se otprilike 800 takmičara iz cijele Srbije, 90 sudija i mnogobrojna zainteresovana lica, kao i turisti. Ova manifestacija je važna i iz ugla turizma, kaže potpredsednik opštine. Ovo je velika čast, a i obaveza za sve nas, a rezultat je izuzetno dobrog rada naših vatrogasaca u Kanjiži i priznanje njihovog rada sa strane najvišeg rukovodstva Saveza, Vatrogasnog saveza Srbije. Za sve nas to znači da ćemo moći angažovati u tom vremenu naše ugostiteljske kapacitete, jer radi se o približno oko 800 ljudi koji koliko za tih 3 dana moramo smestiti i hraniti u našoj opštini. U cijeloj priči pomoći će nam naravno i turistička organizacija Kanjiža u organizaciji, a kompletne troškove organizacije snosit će Vatrogasni savez Srbije i nadamo se da u lepom vremenu početkom jula da će Kanjižani uživati, izaći da gledaju ovo lepo takmičenje i kao i uvek i sada pokazati se kao dobar domaćin. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kanjiže ove godine obeležava 125 godina postojanja, tako da je ovo prvenstvo u znaku jubileja. Pa počeli smo pripreme vezana za smeštaj, to je najbitnije da možemo da smestimo do, koliko smo rekli, od 600 do 800 ljudi, to isto i takmičara i sudije i rukovodioce. Tako da smo planirali tu da zauzmemo hotel u Lupus, pa Banja Kanjiža, i još smo išli šire, i Totovo selo i internatu, pa isto u Senti Boje, pa i hotel Royale. Pa naši mali vatrogasci lepo se pripremaju, zato što Kanjiža će dati jednu ekipu i jednog podmlataka, Martonoš jednu juniorsku ekipu, Oromčani će dati jednu isto juniorsku mušku ekipu i Horgoš pionijersku ekipu. Tako da mi ćemo isto učestvovati na tom manifestaciju. Prethodno Kanjiža kao grad i kao opština, da li je organizovala takvu veliku manifestaciju? Pa tako veliku nismo još kao vatrogasci organizovali. Nadam se da ćemo to uspješno sprovesti i veliku podršku imamo i sa strane opštinske uprave, naročito od potpredsednika Lacko Roberta, tako da nadam se da ćemo sve lijepo sprovesti zajedno sa njima kako treba. Prošle srede u zgradi osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Kanjiže održan je program, odnosno prezentacija na temu teniskog razvoja dece do 10 godina starosti. Organizatori su bili Teniski savez Vojvodine i Teniski klub Kanjiža, a na prezentaciji bio prisutan i sekretar Teniskog saveza Vojvodine. Cilj ovog programa je da upozna decu od malena sa teniskim tajnama, tako da kažemo. Ono što je jako bitno za decu, to izgleda malo strano.
pogotovo ranije kako se treniralo, kako je to izgledalo sa ovako velikim reketom, sa tvrdim lopticama. I onda je to za decu bilo na neki način nedostupno. Proces učenja je bio jako dugačak. Na ovaj način spuštamo sa prilagođenom opremom, reketima, mrežama i loptama, približavamo taj sport deci da njima bude isto kao i nama odraslima. Cilj je zapravo da se deca upoznaju za neke nepoznanica šta znači tenis, kako to izgleda. Mnogi od njih su prvi put uzeli reket ovde u ruku. Ako pogledate malo, vidite, oni ipak i prebacuju lopticu. Ipak se nešto dešava, što bi rekli. Koliko će njih biti u tenisu, koliko će se uključiti, posle toga ostaje da vidimo na klubu dalje da radi na popularizaciji tog sporta. A cilj je da omladina se sva bavi sportom. Ne mora to biti samo tenis, bilo koji. Bolje nego da budu na ulici ili kod kući za kompjuterom i za mobilnim telefonom ili televizorom. Znači ovaj današnji kanjiški susret je deo vojvođanske turneje. Jeste, ovo je deo programa. Teniski savez Vojvodine uputio dopis svim klubovima koji su voljni u svojim sredinama da naprave promociju ovog tenisa. Kanjiža je, evo, se javila tradicionalno klub sa kojim imamo jako dobru saradnju. Ovde smo obišli školu Jovan Jovanović Zmaj i još jednu. Znači, proći će nam oko 200 dece, će prvi put uzeti reket u ruke. Od njih 200, pa jedno 190 je sigurno prvi put uzelo reket u ruke i videlo da to nije tako strašno. Zainteresovana deca i roditelji su imali prilike se bliže upoznati sa svetom tenisa. Cilj ovog programa jeste da se promoviše tenis i sport, a teniski klub Kanjiža, koji postoji 14 godina, očekuje odziv dece i roditelja kroz upis u školu tenisa. Klub osnovan 2000. godine, tačno 14. aprila, odnosno 19. aprila, i od tada svake godine vršimo tenisku školu svakog leta i oni koji su zainteresovani mogu da se jave u sportskoj hali Banja Kanjiža ponedeljkom od 3 do 5 sati, a subotom ujutro od 8 do 10. A onda kad će biti lepše vreme, to znači za jedno mjesec dana, kad počnemo napolju da igramo, na terenima isto Banja Kanjiža, svaki dan posle podne od 3 sata pa dok se vidi. Šta očekuje zainteresovane u okviru kluba? Svaki dan imamo trening, to znači deca su raspoređena, ne ista deca imaju svaki dan trening, neko što masovnije ne možemo, pošto ovo nije fudbalska igra, nego to je tenis, ipak to pojedinačna igra i onda moramo takav raspored vršiti da smo celo popodne na terenima. Koje uspehe imate do sada? Pa imamo dosta uspeha, ali najvažniji uspesi su postignuti tek davno, već 10 godina. I imamo 3 treće mesta u Kikindi i u Vrbasu. Komisija za dodelu stipendija sportistima je objavila na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža listu kandidata za sportske stipendije u 2014. godini. Ove godine stipendiju dobija 17 dece. Ovi mladi i talentovani sportisti su Božo Tomaš, Vrabel Akoš, Vodas Ono, Miladinov Strahinja, Noć Bolaž, Poberoj Onet, Selpal Žolt, Bognar Ono, Tondi Odel, Pijuković Martin, Mihajlović Dominik, Žoldoš Ošojo, Miškolci Krištof, Beharović Enis, Boša Otilo, Pap Dančo Igor i Pavlov Ivan. Rvači Potisja iz Kanjiža osvojili su na seniorskom prvenstvu Vojvodine u Subotici 2 zlatne i 3 bronzane medalje, dok su u ekipnom plasmanu završili na drugom mestu iza subotičkog Spartaka. Prvaci Vojvodine i osvajači zlata su Rudolf Lerinj do 71 i Tamas Šlejher do 85 kg, dok su bronzane medalje osvojili Daniel Fejstamer do 59, Kristijan Juhas do 71 i Atila Ladocki do 85 kg. Kadetski reprezentativac Srbije Sebastijan Nađ bio je uspešan na međunarodnom turniru Plavi Dunav u Dorogu u Mađarskoj. U konkurenciji takmičara iz 10 zemalja Nađ je u kategoriji do 54 kg osvojio prvo mesto, ostvarivši 5 pobjeda.
U prvenstvu Vojvođanske fudbalske lige grupa Istok Tisa i Zadorjana je poražena u Srpskoj Crnji 3:2. Na tabeli Tisa je na 9. mestu sa 24 boda, a u nedelju na svom terenu igra protiv Slobode iz Novih Kozaraca. U 18. kolu Subotičke područne lige Olimpija iz Totovog sela je na Krivaji igrala 1:1. Na tabeli Olimpija je na 14. mestu sa 14 bodova, a u nedelju je domaćin lideru Subotici. U proteklom kolu Potiske lige na gostovanju u Martonošu Potisje iz Kanjiže je uknjižilo pobedu protiv Jedinstva 3:0. Golove za Potisje postigli su Lončar, Apro i Buza. Snimci su sa utakmice u Martonošu. Horgošani su na gostovanju u Ostojićevu poraženi 2:0, dok je u Adorjanu Tisa B bila ubedljiva protiv šampiona iz Oroma 6:0. U Novom Kneževcu Obilić Slavija Banatsko Aranđelovo 3:0. Na tabeli prva je Sloga sa 49 bodova, 3 više od Obilića. Na trećem mestu je Potisje sa 34 boda, Horgoš je četvrti sa 32, Tisa B je na 11. mestu sa 17 bodova, a šampion iz Orome i Jedinstvo iz Martonoša su na 12. odnosno 13. mestu sa po 12 bodova. U narednom kolu u subotu u Kanjiži Potisje je domaćin Tisi B. U Oromu šampion dočekuje Slogu, Horgoš dočekuje Jedinstvo iz Srpskog Krstura, a Jedinstvo iz Martonoša gostuje u Đali.